Sziasztok! Ez itt továbbra is az NLT Garázs különkiadása. Egy szezonnyitó vacsorán szeretném köszönteni az én drága testvéremet, az Egeret. Köszönöm szépen, hogy megint eljöttél és emeled a szintjét ennek az estének. Gyerekek, Egér egy igazi, ikonikus személyisége ennek az offroad társaságnak, mert hogy a 80-as évek elején ő háromszoros enduro magyar bajnok volt, és az akarat erejének és az ambíciójának köszönhetően ez a mai napig is kitart a motor szeretete, a motor építése. Egér most ott tart, hogy Magyarország KTM nagyhatalma lett, ami főleg a 89-es GS125-ös KTM-eket illeti. Én azt mondom, minden túlzás nélkül, hogy szebbek és jobbak a motorjai, mint ahogyan az akkor a gyárból kijött. Egér, mondja arról valamit, jó, tudom az lesz, hogy én akartam, de hogy érzed magad, hogy újra nyerekbe vagy, és hogy érzed magad, hogy megint versenyzel ennyi év kihagyás után? Először is köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Ez egy nagyszerű kezdeményezés, ami itt van, és ennek nagyon örülök, hogy ezt a Patrik így tető alá hozta, mert tényleg ez egy család, egy jó família. Én örülök, hogy újra belekezdtem, bár úgy gondolom, hogy előbb el kellett volna kezdeni egy pár évvel. Tehát kár volt ebben 2017-ig. Én noszabadtalak, de azt mondom, hogy igen, jobb később, mint soha. Igen, maximálisan igazad van, Paci, jobb később, mint soha, de jó. Szóval ez egy jó sztori, és örülök, hogy elkezdtem. Tehát sajnálom, hogy eddig húztam, mert úgy gondolom, hogy 2017 előtt, mielőtt megvettem egy KTM-et, talán több lehetőség lett volna, vagy jobb lett volna, de nem sopánkodok. Tehát örülök, ahogy hogy a Schuster mondaná, így se rossz. Nem rossz, sőt, de pláne jó, mert azért beleestem egy-két olyan dologba, amit előtte még nem is tudtam, hogy van. Tehát mindez az olaszországi Legends Day, utána az Enduro Vintage Elba szigete. Tehát azt Egérrel azt nem tudjátok, volt egy dílünk, hiszen ő endurós, én motocrossos, de mind a ketten mentünk azért a másiknak a szakágában, és mondtam az Egének, nagyon szerettem volna elcsalni ebbe a klasszik motocross világba, és azt mondta, jó, oké, Pac, megyek, de mit szólnál hozzá, ha te megjönnél endurózni? És én nagyon-nagyon nagy örömmel mondtam igent neki, és az Egér elhívott az első vintage világbajnokságra, enduro világbajnokságra Elba-szigetére, egy hosszas munkát megelőzően végül is eljutottunk, és egy fantasztikus, hát én kimerem jelenteni a magam részéről, hogy életem legnagyobb versenye volt az enduro, de ítélve mindenféleképpen, műszaki hiba mentesen, sérülésmentesen, célba érve, még eredményünk is volt. Én ezúton is nagyon szépen köszönöm neked, egy, hogy elhívtál, kettő, azt a rengeteg segítséget, amit kaptam tőled, mind mentálisan, fizikálisan, motorpapírozást, szóval azért, amit az Egér nem tud elintézni, azt nem is kell elintézni, és túljutottunk rajta, és akkor meghálálván eljöttél néhány motocross viadalra. Én azt gondolom, hogy a motocross az a mai napig egy nagyon-nagyon fontos része egy endurósnak. Tehát egy endurósnak menni kell motocross versenyen, mert annak idején igen, az őskorban, amikor Honvéd enduro, és volt lehetőség, hogy mehessünk cross versenyen, nagyon sokat gyorsult a tempónk mindenileg. Sokkal jobban elhittük, hogy meg tudunk oldani dolgokat. Most beszélhetek egy nagy fölfeléről, vagy egy meredek lefeléről, de sokat adott a cross, tehát teljesen párba jár a kettő. Én azt gondolom, hogy aki endurózik, az igenis menjen el, induljon cross versenyeken. Így, hogy van a klasszik cross, ez nekem azért fekszik jobban, mert ez a mai motocross ezekkel a rengeteg ugratóval és ezekkel a borzalmas nagy ugrásokkal, én már nem kívánom ez már nem magamnak. Való, ezt én is nyilván ebben palástalom a dolgot, hogy amelyik kerék nincs a földön, az nem fékezés, nem hajt. Ez egy jópofa duma, de fosok fönn a levegőben. Én nem akarok annyit ott repkedni, én lenn a földön, ott sem mindig vagyok biztonságban, de azt gondolom, hogy ott még elcelebrálok valahogy. De ez nagyon jó volt így, hogy a Paci így forszírozta ezt a motocrosszon való indulást, meg ugye Elba előtt is azért voltunk egyszer-kétszer motorozni, meg elmentem ilyen motocross edzésekre a Patrikékkal, ahol akkor még nem volt saját motorom, de egy-két kört azért tudtam menni ilyen-olyan motorokkal, meg motoroztunk télen is együtt. Tehát ez a motocross, ez egy nagyon jó dolog az endurohoz is, én ezt gondolom. És ez egy fontos. Én azt remélem, hogy ez a deal, amit mi kötöttünk, hogy
én elmegyek veled endurozni, te eljössz motocrossozni, ez hosszabb távon még jobban fog működni. Van egy fránya háttere ennek, hogy anyagilag ezek már a csillagos egeket súrolják, már elsősorban a logisztika. Egér a Gyelba-sziget után elment 2022-ben Portugáliába, és sikeresen végigcsinálta a második Enduro Vintage világbajnokságot, amit ezúton is gratulálok neked. Köszönöm, ez egy szenzációs dolog volt. És hát idén kiírták a verseny Spanyolországba, ami megint nekünk óriási távolság, és bár tervezünk menni, még nem látjuk a mikéntjét és a hogyanját, de az akarat megvan bennünk, én úgy tudom. Igen, sajnos ebben a Spanyolországgal kapcsolatban még semmit nem tudni. Annyit tudni, hogy valahol Spanyolországban. Reménykedhetünk, hogy valahol Barcelona környéke, és nem lenn Granadánál valahol a világ végén, de kicsit úgy vagyok vele, hogy először is nem gyalog kell menni. Tehát távol messze van, de nem gyalog megyünk. És igazándiból, hát addig kell ezt csinálni, amíg van rá lendület. Nyilván némi készpénz is kell hozzá, ezt én tudom. De szóval tömött farzsebben meg nem megyünk a koporsó felé. Ez az, gyerekek, ez egy aranyköpés. Egér, én nagyon-nagyon sok sikert kívánok idén. Remélem, hogy minél többször találkozunk úgy a cross versenyeken, mint ahogy Enduróba is elmegyünk együtt. Meg műhelyszinten. És műhelyszinten pláne. Éljük meg együtt a 23-at is úgy, mint 22. Pacika, teligáz. Schubert tömik fölemelve. Sziasztok! Köszönöm.